Ötödik évad, harmadik rész. Szovjet tegyészít, nehéz harckocsi. A sorozat számos részében szóba kerültek az első világháborús nehéz harckocsik, de ezek csak a statikus lövészárok rendszerek ellen voltak hatásosak, ezért az 1920-as évektől új ilyen típusokat nem gyártottak. A nehéz harckocsik új generációja az 1930-as évek közepén jelent meg, de ezek közül egyedül az 1920-as évek óta fejlesztett francia B1-es, valamint a szovjet T-35-ös került sorozatgyártásba, de gyakorlatban még ez utóbbi típus sem vált be. Az 1930-as évek során a Szovjetunióban számos további nehéz harckocsit terveztek, köztük több mint 50 tonnás óriásokat abban a korban, ahol a legtöbb páncélos tömege a 10-15 tonnát sem érte el, de a gyakorlat azt mutatta, hogy ezek a több tornyú, szárazföldi csatahajóként funkcionáló páncélosok nem megfelelők, mert az egymástól függetlenül forgatható tornyok csak a komplexitást növelik, a tűzerőt viszont nem. Az összes szovjet fejlesztés így az évtized végére egyetlen egy használható páncélost eredményezett, a Kliment Vorosilov marsáról elnevezett KV-1-est. E típus megjelenésekor ideális nehéz harckocsinak számított. 75 mm-es lövegerévén jóval erősebb volt ellenfeleinél, a világ legvastagabb páncélzatával rendelkezett, ugyanakkor mozgékonysága, így 35 km per órás végsebessége az 1930-as években még megfelelőnek számított. A kávé egyesből 1943-ig több mint 5000 példányt építettek, de a típust szinte azonnal kiváltotta a T-34-es közepes harckocsi, amelyet azonos tűzerő mellett lényegesen egyszerűbben gyárthattak. A Barbarossa hadművelet elején egy szovjet nehéz harckocsival történő találkozás ennek ellenére sokkolta a németeket, akik még éppen hogy csak hadrendbe állították az új 50 mm-es páncéltörő ezért felgyorsították saját nehéz páncélosuk fejlesztését, főfegyveréül pedig az elérhető legerősebb, 88 mm-es légvédelmi löveget választották. 1942-es megjelenésekor a német Tiger a világ messze legerősebb páncélosa volt, még az új, 30 tonna körüli közepes harckocsiknak sem volt esélye a kiváló löveggel felszerelt, rendkívül vastag páncélzatú típussal szemben. A tiger hatékonyságát tovább növelte. Hogy bár a típusnak több hátrányos tulajdonsága volt, köztük a komplexitás, az ebből és a túlterheltségből fakadó gyakori meghibásodás és az alacsony mozgékonyság, de a veterán német harckocsizók által irányított páncélosok bevetését gondosan megtervezték, és folyamatosan támogatták őket, illetve szervizelték a járműveket, ezáltal negligálták a hátrányait. A Tigerharckocsi történelmi jelentőségét azonban nem maga a harckocsi, vagy a megkérdőjelezhető stratégiai haszna jelentette, hanem az általa keltett a szövetségesek felső vezetéséig elérő pánik. A Tigerharckocsi hatékonysága a háború előre haladtával csökkent, de részben éppen ritkaságok miatt mitaszi magasságokba emelkedtek, ráadásul a páncélos egyfajta etalonná vált. Ezt követően majdnem az összes amerikai, brit és szovjet páncélvadászt, illetve nehéz harckocsit úgy tervezték, hogy képes legyen egy tiger semlegesítésére. Több mint egy tucat páncélos kifejezetten a tigerek ellen épült, számos továbbit pedig kifejlesztettek, de nem került gyártásba, amelyek viszont lépés lépéskényszerbe hozták a németeket, akik ezek ellen még erősebb páncélosokat fejlesztettek, újraindítva a kört. A szovjetek felismerték, hogy a T-34-es mellett az ugyanazzal a 75 mm-es löveggel felszerelt KV-1-es harckocsinak nincsen létjogosultsága, ezért létrehozták a 85 mm-es löveggel felszerelt KV-85-öst, csak hogy a T-34-es fejlesztett változata, a T-34-85-ös, illetve a szintén T-34-esen alapuló Szó-85-ös páncélvadász ezt a modellt is feleslegesítette, és bár történtek kísérletek az erősebb 100, illetve 122 mm-es lövegek beépítésére, erre a sorozatgyártású KV-1-es harckocsi váza már nem volt alkalmas. 1943 elején a szovjetek zsákmányoltak egy német Tiger harckocsit, amelyek alapján a kommunisták a KV-85-ösből kiindulva megalkottak egy új, még nagyobb harckocsit. A toronygyűrű kiszélesítésével és egy új 122 mm-es löveg beépítésével létrehozott új páncélos nevét a Szovjetunió diktátoráról, Josif Stalinról nevezték el. Az első nagy sorozatban gyártott változat, a JS2-es még 1943 folyamán hadrendbe állt, és a nehéz harckocsiból a II. világháború végéig közel 4000 példányt építettek. A js 2 es által az összehasonlítást a német tigerrel, de ahogy a németek etipus kiváltására megalkották a Tiger 2-t, a szovjetek szintén folytatták a fejlesztést, létrehozva a js 3 amelyet a háborút követően több lépésben tovább módosítottak, megalkotva a js 10 est későbbi nevén a Tegyészit, azaz T10-es harckocsit. A T10-es kívül belül egy továbbfejlesztett JS3-as volt. A szovjetek átvették az előtt 122 mm-es kaliberű lövegét, amely ugyan eredetileg nem páncéltörő, hanem tábori lövegnek készült, ezért nem gyártottak hozzá specializált páncéltörő lőszert, a különösen nagy mennyiségű robbanó töltetnek köszönhetően, így is képes volt minden kortás sorozatgyártású harckocsi kilövésére nagyobb távolságból is. A löveg egyetlen fejlesztését egy füstelszívó beépítése jelentette, amely nevének megfelelően megakadályozta, hogy a tüzelést követően mérgező lőporgázok jussanak vissza a küzdőtérbe. Ez a rendszer nem volt száz százalékban megbízható, és a harckocsi nem is volt teljesen lezárható, például a lövegpajzs és a torony között mindig maradt egy keskeny rés, ezért a torony tetejére két igen erős ventilátort építettek, amelyek a motort elválasztó tűzfalba vágott lyukon keresztül biztosították a megfelelő légáramlást. Ez a korábbi szovjet nehéz harckocsikon is alkalmazott megoldás technikailag jól működött, és az állandó hideg légáram a közel-keleti sivatagos környezetben kellemes munkakörnyezetet teremtett. A rendkívül hideg szovjet telek alatt azonban átoknak bizonyult, mert az amúgy is fagyos acéltestet még jobban lehűtötte. A T-10-es 122 mm-es lövege mellett két darab DSK típusú nehéz géppuskával rendelkezett. Ezek közül egyet a löveggel párhuzamosítva építettek be, a második légvédelmi feladat körült pedig a torony tetejére. Maga a T10-es tornya új fejlesztés volt, lényegesen magasabb a korábbi IS-3-as tornyánál. A nehéz harckocsi páncélzatát tovább erősítették. A frontpáncélzat vastagsága elérte a 120 mm-t, amelyet ráadásul drasztikus mértékben megdöntöttek, és megtartották a JS3-ason bevezetett, ég alakú frontrészt, amely megnövelte a szemből érkező találatok lepattanásának esélyét. A T10-es tornya öntéssel készült, ezáltal folyamatosan változó páncélvastagságot alkalmazhattak. A legvastagabb frontrészen már a bázismodell tornyának vastagsága is elérte a 203 mm-t, amit később még tovább vastagítottak, míg oldalt 80 mm vastag páncélzatot alkalmaztak, amelyet a felső részen egy 30 mm-es elem egészített ki. A JS3-as 46,5 tonnájáról 50 tonnára nőtt saját tömeg megfelelő elosztása miatt a futógörgők számát oldalanként 6-ról 7-re növelték, de megtartották a jellegzetes, torziósugós felfüggesztésű kialakítást. A JS3-as 600 lóerős motorjával szemben a T10-est eredetileg egy 700 lóerős dízelmotorral gyártották, amely hatására a végsebesség 42 km per órára nőtt. A videó első részében bemutatásra került, hogy a szovjet KV-1-es hogyan hatott a nácikra, majd az ez ellen létrehozott tiger nehéz harckocsi ellen hogyan született meg egy tucatnyi új páncélos. A II. világháború végével ugyan a német harckocsi fejlesztés átmenetileg megszűnt, de a Tiger és Tiger 2 páncélosok ellen kifejlesztett IS-3-as harckocsi hasonló pánikot okozott nyugaton. A JS3-as megjelenésekor a korábbi KV1-es harckocsihoz hasonlóan az ideális nehéz harckocsit testesítette meg. Kiemelkedő tűzerővel rendelkezett, páncélzata nem csak igen vastag volt, de az ék alakú homlok páncélzatnak és az extrém szögben megdöntött toronynak köszönhetően a legtöbb találat átütés helyett egyszerűen gellert kapva tovább haladt, miközben a relatív alacsony, 50 tonna alatti tömege miatt a futó művesen volt túlterhelt. A nyugati országok a js 3 ast azonban nem csak ezen tulajdonságai miatt tartották kiemelkedően veszélyesnek, hanem a mennyisége miatt is. A németek a háború végén hiába fejlesztettek ki a korábbiaknál is erősebb páncélosokat, azokat már csak minimális számban tudták gyártani, a Szovjetunió viszont ontotta magából a harckocsikat, csak a js 3 asból több mint 2000 példány épült, nem számolva a több tízezer további páncélost. A köztársaságok, köztük a legerősebb amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság helyzetét tovább rontotta, hogy nem rendelkeztek szárazföldi határral, ezért a második világháború alatt a kisebb, könnyebben szállítható közepes harckocsikra koncentráltak. Emiatt viszont a második világháborút követően ellenségesé váló Szovjetunió is asainak leküzdése nem volt megoldott, ezért, ahogy korábban a Tiger esetében, új típusok születtek, Kifejezetten a JS3-as kilövésére. A franciák a korábbi részekben már bemutatott nagy sebességű, pillenőtornyos, dobtáros nehéz harckocsikkal, valamint ezekből kialakított torony nélküli páncélvadászokkal tervezték megsemmisíteni a JS3-asokat, de ezek közül egy sem kerül gyártásba, és erre az eredetileg közepes harckocsinak tervezett arl 44 es sem volt alkalmas. A britek a megoldást 120, majd 183 mm-es tábori löveggel felszerelt páncélvadászokban látták, de ezek helyett a 64 tonnás Conqueror nehéz harckocsit rendszeresítették. Az amerikaiak a második világháború alatt több nehéz harckocsit terveztek, és a szovjet nehéz harckocsik ellen néhány programot 1945 után is folytattak, amelyeket azonban egy teljesen új konstrukció, az M103-as nehéz harckocsi váltott ki. A fejlesztések ellenére mind az amerikai M103-as, mind a brit Conqueror bonyolult és rendkívül drága típus volt, amelyek jelentős tömegük miatt folyamatosan műszaki problémákkal küzdöttek, ráadásul az ebből fakadó minimális mozgékonyság mellett mindössze 300, illetve 185 példányban készültek, így képtelenek lettek volna feltartóztatni több mint tízszer annyi szovjet nehéz harckocsit, főleg a JS-3-asokat, amit azonban a szovjetek nem tudtak, és ahogy a tiger ellen kifejlesztett szövetségesekre reagálva németek még erősebb nehéz harckocsikat terveztek, ugyanúgy a kommunisták is a JS3-as ellen kifejlesztett típusok kilövésére maguk is fejlesztettek még erősebb harckocsikat, amit igyekszem a következő szalagdiagramon illusztrálni. A megszokott módon csak a fontosabb típusokról lesz szó, mert különben a grafika még átláthatatlanabb lenne. A szovjet harckocsi fejlesztés és gyártás a II. világháború végén kettő tagból állt. Éppen leállt a JS2-esek gyártása, helyét a JS3-as vette át, de eközben a kommunisták már ekkor nagy erőkkel fejlesztettek, párhuzamosan négy új páncélost. A JS4-es és JS6-os a korábbi JS2-es nyújtott testére épült, a JS5-ös pedig a JS3-as nyújtott testére, a JS7-es viszont teljesen új tervezet volt, a többieknél lényegesen nagyobb, 68 tonnás tömeggel és egy 130 mm-es löveggel. Ezek közül a módosított futóműves JS6-ost a JS4-es mellett feleslegesnek ítélték, ezért nem gyártották, és bár tovább fejlesztették JS6 modellé, de ezt sem építették. A hatalmas JS7-esből csak prototípusok épültek, de ezt sem tartották megfelelőnek, és bár kifejlesztettek egy torony nélküli, nyitott páncélvadász változatot, amely továbbra is a 130 mm-es löveget hordozta, ez sem került gyártásba. A JS3-ason alapuló ígéretes JS5-ös fejlesztése elhúzódott, ezért 1947-49 között megépítettek mintegy 200 darab JS4-est, de nagy sorozatú gyártásra nem került sor a JS5-öst idővel JS8-as, majd JS9-es jelzéssel továbbfejlesztették, mielőtt 1952-ben további fejlesztéseket követően JS10-es jelzéssel rendszeresítették, bár a tényleges gyártás csak egy évvel később indult be, azonban a fejlesztés közben sem állt le. A js 10 harckocsi tényleges hadrendbeállítását a névadó stálin már nem élte meg, mert 1953. március 5-én agyvérzésben elhunyt. Utódja, Hruscsov pedig azonnal megkezdte a Sztálin köré épített személyi kultusz lebontását, amelynek részeként a js 10 est átnevezték T-10-essé. A harckocsi sorozatgyártását ennek ellenére 1953-ban beindították és szovjet viszonyok között viszonylag alacsony intenzitással egészen 1966-ig gyártották. Ez idő alatt 1439, más források szerint 1539 ilyen páncélos épült. Az 1950-es években a JS-10-es volt a legújabb szovjet nehéz harckocsi, de egy tervezett újabb nagy európai háborúhoz a kommunisták hadrendben tartották a korábbi IS-2-es, IS-3-as és IS-4-es típusokat is, sőt ezeket modernizálták és e fejlesztéseket a T10-esbe is beépítették, létrehozva a T10A, B és M modellváltozatokat, de az egyetlen érdemi fejlesztést egy egy, majd két tengelyes stabilizátor beépítése jelentette, Ezáltal a típus menet közben is képessé vált célzott lövések leadására. A T-10-est egy bekövetkező új háborúban a szovjetek nehéz áttörő harckocsinak szánták, ezért igyekeztek teljes titokban tartani. A páncélost soha nem exportálták, és nem is vetették be, viszont szerepe miatt egészen a Szovjetunió összeomlásáig hadrendben tartották de ekkora a típus már menthetetlenül elavult, ezért a páncélost megöröklő Oroszország 1996-ban nyugdíjazta a T-10-est. A harckocsiból már néhány évvel megjelenését követően 1956-ban kidolgoztak egy torony nélküli páncélvadász változatot is. A szovjetek a második világháború alatt igen sikeresen alkalmaztak nehéz harckocsikon alapuló páncélvadászokat a németek ellen, de a háború után nem volt többé igény ilyen szükség ezért az Objekt 268-as sorozatgyártását be sem indították. A T-10-es volt az utolsó sorozatgyártású szovjet nehéz és bár a fejlesztés ezzel párhuzamosan az 1950-es évek végéig folyt, amely során több prototípus el is készült, köztük a T-10-es 130 mm-es löveggel, illetve irányított páncéltörő rakétával felszerelt változatai, az 1960-as évek elején a szovjetek is törölték az összes nehéz harckocsi programjukat. Az 1940-es évek végén logikus döntésnek tűnt a JS3-as továbbfejlesztése, egy kiemelkedően jó páncélost tovább erősíteni, megtartva a nehéz harckocsik között mérsékeltnek számító tömeget és az egyszerűséget, amely így jelentős számban gyártható, azonban azt gondolom, a T10-es erre több szempontból sem volt alkalmas. A szovjetek felismerték, hogy a járművön érdemben nem kell változtatni, mert a JS-3-as tűzereje, páncélzata és mozgékonysága is megfelelő, ez viszont azt eredményezte, hogy a T-10-es nem is múlta felül lényegesen a JS-3-ast. A T-10-est később hosszabb csövülöveggel és két tengelyes stabilizátorral gyártották, az 1960-as években pedig modern űrméret alatti nyíllövedéket is kifejlesztettek hozzá, de az azonos löveg miatt ezt a JS-3-asra is felszerelhették volna. A fő problémát azonban nem ez jelentette, vagy az, hogy bár a szovjetek növelték a páncélvastagságot, elhagyták a JS-3-as ideális alakú tornyát, vagy a csekély lőszerkapacitás, esetleg az, hogy a két elemből álló lőszer miatt minimális volt a páncélos tűzgyorsasága, hanem a harckocsi fejlesztés irányának a megváltozása. Az 1950-es évek elején elterjedt egy új, univerzális páncélos típus, amely egyesítette a nehéz harckocsik tűzerejét és páncélzatát a közepes harckocsik mozgékonyságával és gyárthatóságával, és e típus mellett a T-10-es szinte azonnal elavultá vált. Ahogy korábban a KV-1-est feleslegesítette a T-34-es, majd a KV-85-öst a T-34-85-öst, a JS-2-est és részben a JS-3-ast a T-44-es, úgy a T-10-est is feleslegessé tette a T-54-es, amihez az is hozzájárult, hogy egyetlen egy T-10-es árából 10 darab újabb T-54-est gyárthattak. A britek a Conqueror nehéz harckocsit az 1960-as, az amerikaiak az M103-ast az 1970-es évek közepéig hadrendben tartották, és bár a T10-es papíron abnormálisan hosszú ideig több mint 40 éven át volt a Szovjetunió legerősebb páncélosa, valójában már az 1960-as években a gyártás leállítása akkor is menthetetlenül elavult, amit jól mutatott, hogy bár a T10-est soha nem vetették be, a hasonló erejű 3 hármasok már az 1967-es arab-izraeli háborúkban súlyos veszteségeket szenvedtek. A T-10-esről és úgy általában a nehéz harckocsikról ennyit szerettem volna mondani. Szovjet páncélosok természetesen a későbbi évadokban is érkezni fognak, már azonban megköszönöm a figyelmet.